Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ennek a videónak az apropója az, hogy néhány nappal ezelőtt kaptam egy számomra roppant érdekes megkeresést. Itt a YouTube-on is tevékenykedő egykori valóvilág győztes Farkas Soma megkeresett, és azt kérdezték, tehát arra kért fel, hogy tudnánk-e egy jót beszélgetni, mégpedig az X-faktorról és a tehetségkutatókról általában. Visszaírtam, hogy tudnánk, de vártam a következő kérdést, hogy egyáltalán nézem-e mondjuk az X-faktort. Mert ugye van egy apró biblia az egésznek, hogy nem nézem. Többször is elmondtam már, hogy körülbelül milyen műsorokat szoktam nézni. Hát ez nincs benne a top 5-ben. És volt, amikor néztem, nagyon régen még talán az első szériát, aztán szépen így kikopott az érdeklődési körömből, hogy miért el fogom mondani. De vártam ezt a lehetőséget, és már előrögtem a poénon, hogy elindítja a videót, és az első kérdés az lesz, hogy szoktam-e nézni az X-faktort, és azt mondom, hogy nem, és ez a vége a videónak. De hát nyilván az ember nem akar kicseszni senkivel, és hogy érdekelt a dolog, próbáljuk meg, hát találkoztunk, és ugye valóban ezzel kezdte, de nem úgy a videó felvételekor, hanem elkezdtük egy kicsit beszélgetni. Nem lepődött meg, röhögött egy jót, és kikeredekedett belőle egy szerintem elég jó kis videó. Hát nem tudom, mennyire fogja megvágni, mert vannak benne részletek is, ami talán nem annyira médiaképes már inkább neki. Az én csatornámon elmenne, de ez az ő dolga. Ajánlom, hogyha gondoljátok, nézzétek meg, és azt kérek mindenkit, hogy azért annyira mélységesen, véresen, komolyan nem kell venni. Viszont adott egy jó ötletet, hogy beszélek én is egy picit ezekről a dolgokról, meg pedig azért, mert van róla képem, ha nem is nézem az X-faktort, ugye rengeteg közösségi portálon megosztogatják ezeket a különböző, hát vagy nagyon jó, vagy nem odavaló, vagy felhárultó, stb. Irányteket, ami az adásból vagy kimarad, vagy bekerül, és ezeket én is néha bele szoktam nézegetni. Ugye a Soma valamilyen módon elkötelezett a kereskedelmi televíziók felé, mivel a kenyér adója, és nyilván sok mindenben nem mehet bele úgy, ahogy én, viszont nekem már egy jó ideje nincsen semmilyen kapcsolatom semmelyik kereskedelmi televízióval, úgyhogy én bátran mondhatok bármit ezzel kapcsolatban. Kezdjük az elején. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy egy kereskedelmi televízió, teljesen hogy melyik, azért indít egy ilyen tehetségkutatót, legyen az a X-faktor, vagy a Star One Star, vagy Megasztár, vagy bármelyik, amikor az a lényeg elvileg, ugye, hogy Magyarországon egy nagyon jó énekes próbálnak keresni, aki a többinél jobbak indul ebben a műsorban, hát az egy óriási téved. Itt egy dolog a lényeg a kereskedelmi televízió számára, az pedig a nézettség. Az, hogy mellette valóban találnak olyan embereket, akik tényleg egyedi különleges hangjuk van, és később, ha jól sáfárkodnak a dolgaikkal, akkor valóban sztárok, nagyon jó énekesek lehetnek, ez egy melléktermék. Én tudom, hogy ez nagyon sok embernek rosszul esik, de aki dolgozott, vagy volt köze kereskedelmi televíziózáshoz, egy kicsit úgy képben azt, hogy erről szól az egész. Na most ugye elindultak ezek a tehetségkutató műsorok ezelőtt 11 néhány éve, mint ugye egy külföldről átvett produkciónak a magyar zsosítása volt, és mivel külföldön nagy sikert értek el, ezért várható volt, hogy Magyarországon is így is volt. Ugye az X-faktor első szériái, a Megasztár első szériája, és még sorolhatnám tovább, óriási nézettséget hoztak. Az embereknek egy újdonság volt az egész, és valóban nagyon sok jó hangú énekes tehetség került ki közülük, akik még most is a pályán vannak, és nagyon jó szerepelnek. Aztán ezenek a nézettsége valamilyen módon elkezdett esni, pedig marha egyszerű oknál fogva az emberek megunták. Tehát azt tudomásul kell venni, ha valami nagyon egysíkú, nagyon monoton, és csak arról szól, akkor ezt meg fogják unni az emberek. Olyan hangú tehetségek, aminek ennyire nagyon jó a hangja, akik itt sorba-sorba évente bekerülnek ugye a különböző zenei tehetségkutatók válogatásába. Rengeteg van Magyarországon, szóval stadion meg lehetne tölteni, és lehet, hogy még keveset is mondok, tehát nagyon-nagyon sok jó hangú egy gyerek van,
És az ember, mikor így látja évről évre, sőt valamikor ugyanazokat a zenéket is éneklik, hogy kicsit megcsömörlik vele. Persze, nagyon fasz a hangja van, de hát ilyen van a Pistinek, Józsinak, Jolcsinak, Ebőkének, bárkinek, és ezzel az erővel ő is lehetne ott. Rájöttek a szerkesztők, valószínű, hogy ezt is azért a külföldi mintából koppintva, hogy valamilyen módon ezeket fel kell dobálni, ezeket az adásokat, és mivel lehet feldobálni? Hát olyan dologgal, ami bármi lehet, ami nem oda való. Ez lehet ugye egy olyan feldolgozás valamelyik zenének, ami az ember röhög, lehet olyan, hogy nagyon-nagyon szar, hamisan énekel valaki, és lehetnek különböző egyéb dolgok. Menjünk kicsit sorjában. Az első, ami ilyen az egyik tehetségkutatóban feltűnő jelenség volt, az egy fiatal ember, aki ugye kitalálta, hogy egy ismert számot, egy régi slágert ugye el fog énekelni, de mivel az angol tudása meglehetősen hézagos volt, ezért hogy fonetikusan, hogy hallotta, úgy elénekelte, és hát elsőként hadd emeljem ki őt, ez lett belőle. Na, talán emlékeztek rá, ő volt Biki Csonáj, mindig így ismert az országba, és később ugye haknizott is ezzel a baromi jó produkcióval, és szerintem viszonylag egy normális lóvét is keresett, mert Magyarországon azért minden szart el lehet adni. Ő volt az első. Az első ilyen, aki azzal tűnt ki, hogy nem egy versenyképes produkciót adott elő, hanem egy olyan dolgot, amit nem lehet beleilleszteni igazából egy zenei tehetségkutatónak a színvonalába. Tehát ugye tehetségkutatóról van szó, nem pedig valamilyen hát hülye gyerek feltalálásról. De élt a dolog, nagyon nézték az adásokat, sőt talán még vissza is hívták ezt a fiatalembert, és most, ha jól láttam, vagy hallottam, ugye van neki egy reload, egy visszatérése, és hát ugyanezt a hokit elénekelte még egyszer valamelyik adásban, de ez az ő dolga. Egy biztos, hogy nagyon-nagyon tetszett az embereknek, mert marjó lett röhögni. Tehát ez az egyik kulcsszó, hogy az emberek tudjanak nevetni, kurjót nevetni, ami nem feltétlenül egy zenei tehetségkutatónak a lényegének kellene lenni, de ezáltal feldobódik és hoz bizonyos nézettséget. Aztán ugye rengeteg ilyen volt, nagyon sok volt, ami hasonló volt, hogy nagyon szarul énekelt valaki, ezt ugye a mentorok kifigurázták, és ebből lettek nagyon jó sztorik. Aztán ez így kezdett előni az a dolog, mit kell még bevinni, hogy az emberek felfigyeljenek, botrányt kell bevinni. Milyen botrányt kell bevinni? Hát mondjuk legyen az első, az talán tavalyi X-faktorban volt, amikor egy hölgy, aki nyilván nem megfelelő hangadottságokkal rendelkezett, és ő úgy gondolta, hogy de igen, ő nem egészen úgy reagálta le ezt a mentori kritikát, ahogy egy átlag ember tenni, hogy tudomásul veszi, vagy esetleg megsértődik, hanem hát egy kicsit erőszakos cselekményre ragadtatta magát, talán emlékeztek rá, íme. Ez szar volt. Ez az éneklés? Igen, ő volt az, aki ugye a mikrofonját hozzávágta a mentorokhoz, illetve feléjük dobta, hatalmas botrány lett, ugye ebből rengeteg videó készült, talán én is készítettem ebből, de nagyon sokan csináltak, és ez megint megdobta az adott tehetségkutatónak a nézettségét. És mintha ugye ez a mikrofon dobálás ugye vírusos lenne, ez azóta újra megismétlődött, egy teljesen más kaliberű hölgy lett az idei X-faktor válogatásnak a nagyon nagy sztárja, iszonyatos mennyiségű videó, különböző feltöltéseket találtak róla a YouTube-on. Ha beütitek a nevét, akkor azonnal kivágja a kereső, és valahol ez a hölgynek szerintem jót is tett, mert ezt a reklámot a büdös életben semmivel sem tudta volna elérni. Na most ő, tudjátok mit? Inkább nézzétek. Ez az egész. És... Igen, ő Loka Pantere, Pantera művész nevű. Nevezzük énekesnőnek, ugye annak a ruhájában, annak a tudatában indult el, hogy ő az.
És ugye lett belőle egy óriási botrány, már aki ezt elhiszi, hogy mekkora botrány lett belőle, de teljesen minden nézettségnek meg nagyon jót tett, ugye rengeteg visszanézés van az adott anyacsatorna honlapján is ezekből az adásokból, tehát mindenképpen pörgeti a marketingot. Aztán ugye vannak olyan szereplők, akik visszatérnek, és marha érdekes módon minden évben ugyanazt csinálják, és mégis ugye televízióra kerül. Hogy miért? Ez is marha egyszerű dolog, mert ugye botrány, és a botrány ez mindig hozza a nézettséget. És idén is meglepődve nézi az ember, direkt visszakerestem, hogy van egy, sőt több is, de ez a talán legismertebb emberként, aki minden évben visszatér, finoman elküldi a mentorokat melegebb éghajlatra, majd szépen a színpadon a következőt műveli. Igen, a nagy gitártörő, aki ezt minden évben eljátsza, és az döbbenetes ugye, hogy a mentorok ezt már tudják előre. Ha jól láttam, akkor a mentorok egy része már, amikor megjelent a színpadon ez az úri ember, akkor levonult a helyéről, és azt mondta, hogy ő erre nem kíváncsi. Na, ilyenkor felmerült a kérdés, ha tudják, hogy ez lesz, akkor minek kerül adásba? Hát mivel ahogy kezdtem a videót is, hogy már lassan zárni is fogom, egy dolog a fontos, a nézettség. Tehát ez senkit nem érdekel, hogy ez az ember a büdös életben nem tudott énekelni, nem tud gitározni. Botrányt csinál, és ez a kulcs szó, hogy botrányt csinál. Na most egy olyan adásban, ahol nem a botrány a lényeg, egy ilyen kulcsináltat beteszel, ami nem odavaló, tök mindegy, hogy mi legyen az, akár mikrofondobálás, akár gitártörés, akár testvérek megható találkozása, ugye ez is volt ebbe az évadba, ez mindenképpen megdobja azt a fajta érdeklődést, ami az adás iránt szól, és kicsit az embereket egy teljesen más irányba viszi el, ami abszolút nem baj, mert utána jöhetnek újra a jó hangú vagy rosszabb hangú énekesek. De ez biztos, hogy a nézettségnek jót tesz. Viszont van egy kérdésem, hogy szerintetek ez milyen irányba fog elmenni. Tehát volt mikrofondobálás, gitártörés, családtagok boldog kibékülése, és mi lesz legközelebb? Tehát ha az emberek már unják a gitártörést, mikrofondobálást, stb. Akkor mi lesz? Tehát mi várható mondjuk jövőre? X-faktor, Star One Star, Megasztár, tököm tudja micsoda, 2020-2030. Tehát nem tudom, valaki bemegy, és mondjuk fejszével szét fogja verni a díszletet, esetleg megáll a színpad közepén és körbepisál, esetleg valaki ott élőadásban egy szülést fog bemutatni, esetleg valaki ott hirtelen rádöbben, hogy ő most hívő lett, és azonnal kér egy első áldozást a színpadon, és sorolhatnám tovább a szélsőségesebb dolgokat, de az a lényeg, hogy olyannak kell történni, ami nem odavaló, és minél nagyobbat durranjon. Na, hát tömören ennyit a tehetségkutatókról, és ez is egy pici része, hogy én miért nem nézem. Szerintem kicsit ez is már unalmas, hogy ugye elkezdesz nézni valamit valamiért, és nem azt kapod vissza. Általában, hogyha az ember néz egy adott produkciót, én mondtam, hogy általában sportcsatornákat szoktam nézni, és mondjuk azon belül is nagyon szeretem az amerikai focit, azért hirtelen meglepődnék, ha az adás közben az amerikai focisták nekiállnak mondjuk hirtelen egy Csajkovszki műre balettozni, vagy nekiállnának éppen gyros sütni a pálya közepén. Először lehet, hogy jót rögnék rajta, majd másodszor, harmadszor azt mondanám, hogy a tököm kíváncsi erre, tehát nem ezért kapcsoltam oda. Most biztosan egy ilyen egyensúly, amit a szerkesztők azért figyelgetnek ezekre a dolgokra, de ahogy látom, ezeknek az adásoknak a nézettsége egyre lejjebb megy. Aztán, hogy mi lesz belőlük, hova fog ez elkanyarodni, nem tudom. Az biztos, hogy lesz helyette másik, mert ezer ilyen adás van, rengeteg licensz van még, amit nem próbáltak ki Magyarországon, úgyhogy biztos fog jönni valami. Hát akit érdekel, nézze, akit érdekel, az nézze meg a Soma videóját. Akit érdekel, az nézze végig ezt a videót. Nektek nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon-nagyon kellemes televíziózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!